Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órától. Nézzük, miről szólnak mai híreink. Életének 68. évében elhunyt dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun megyei oktatókórház főigazgatója. Stabilan költségtakarékosan végezte munkáját a közgyűlés 2021-ben, és növelni tudta a bevételeit a város. Elfogadta a támogatási kérelem benyújtását a csütörtöki közgyűlés, így bölcsöde épülhet Kadafalván. Életének 68. évében csütörtökön elhunyt dr. Svébis Mihály. A Bács-Kiskun megyei oktatókórház főigazgatója méltósággal viselt súlyos betegsége után tért örök nyugalomra. Dr. Svébis Mihály megyei intézményvezető, főigazgató, címzetes egyetemi docens, Kecskemét, Újhartyán és Dunapataj díszpolgára, tiszteletbeli székely, a Magyar Kórház Szövetség elnökhelyettese, sebész, főorvos. Életének 68. évében méltósággal viselt súlyos betegségét követően a mai napon örök nyugalomra tért. A Bács-Kiskun megyei oktatókórház közleménye szerint neve intézményesült és egybefort a kórház nevével. 26 évig volt az intézmény első számú vezetője, főigazgatója. Elismert orvosi szaktekintély, sebész és tiszteletreméltó megbecsült vezető volt. Fáradhatatlan, megbízható, bölcs, türelmes, segítőkész, csodálatos vezetőként, emberként emlékezünk rá. Emberek ezrei köszönhetik életüket neki, mi pedig hálásak vagyunk, hogy ismerhettük, dolgozhattunk vele, tanulhattunk tőle. Olvasható munkatársai búcsúzó soraiban. Stabilan, költségtakarékosan végezte munkáját a közgyűlés 2021-ben. Ugyanis a nehéz helyzet és a nemzetközi hatások ellenére növelni tudta bevételeit a város úgy, hogy a beruházások és a fejlesztések sem maradtak el. A keletkezett 1,5 milliárdos maradvány összegről a következő közgyűlésen döntenek majd. A mai közgyűlésen kiderült, hogy a 2021-es költségvetési tervhez képest és a nehéz időszak ellenére is jól teljesített a város, ráadásul az idei évben is meghatározható egy maradvány összeg, tehát stabilan, kiszámíthatóan, költségtakarékosan végezte munkáját a közgyűlés, mondta el a zárszámadás kapcsán Szemreiné Pataki Klaudia polgármester. A város annak ellenére is meg tudta tartani stabilitását, hogy a saját bevételei és az intézményi bevételei teljesen elmaradtak, sőt, finanszírozni is kellett intézményeinket, akik korábban bevétellel rendelkeztek. A tervhez képest jelentősen növeltük a bevételünket, mintegy 2,5 milliárddal, és mindenhez képest a kiadási költségünket is folyamatosan szinten tartottunk, sőt, tartalékoltunk is rendesen, tehát az év végére egy 77,8 milliárdos bevétellel zártunk, és egy 56,5 milliárdos kiadással, tehát ebből is látszik, hogy prudensen gazdálkodunk. A városnak ráadásul a 18 milliárdos lekötött pénzeszközéhez sem kellett hozzányúlnia, a fejlesztéseket úgy hagyták jóvá, hogy a fedezet és annak kamata érintetlen maradt. A polgármester hozzátette, hogy a tavalyi évben 2,8 milliárd forint értékű beruházást és 3,2 milliárd értékű fejlesztést bonyolított le a város, tehát van mire büszkének lenni. Szemereiné Pataki Klaudia kiemelte, hogy 132 milliárd forint értékű úthálózatfejlesztés zajlik most Kecskeméten és a térségben. Az adóbevételek közül továbbra is a helyi iparűzési adó volt a legmeghatározóbb, több mint 12,8 milliárd forint bevétel érkezett ebből a városhoz, építmény adóból is több mint 1,6 milliárdot könyveltek el. A körülbelül 1,5 milliárdos maradványösszeg sorsáról a következő közgyűlésen döntenek majd. Elfogadta a támogatási kérelem benyújtását a csütörtöki közgyűlés, így bölcsőde épülhet Kadafalván. A tervezett új intézmény összesen 28 férőhelyes lesz.
A csütörtöki közgyűlés egyhangulag támogatta, hogy beadják a kadafalvi új, kétcsoportos bölcsőde építésére vonatkozó kérelmet a magyar kormány bölcsődei nevelés fejlesztése című felhívására, így egy 28 férőhelyes bölcsőde épülhet fel Kadafalván, a Boróka utca 6 szám alatti területen. A kérelem elfogadásával a város 420 millió forintos támogatást kaphat egy új intézmény építésére. Levicki Ciril, a városrész önkormányzati képviselője elmondta, örül a bölcsőde építésének. Mivel Kadafalva fejlődő városrésze Kecskemétnek, ahol egyre több fiatal család települ le gyerekekkel, fontos az oktatási, nevelési intézmények fejlesztése. A tervek szerint a most még beépítetlen önkormányzati tulajdonú telken egy két gyermekszobát magába foglaló energiahatékony bölcsődei épület jön majd létre, a több mint 345 négyzetméter alapterületű, akadálymentes bölcsődei épülethez egy 60 négyzetméteres fedett terasz is tartozik, emellett kialakítanak egy játszóudvart is. A terveknek megfelelően akadálymentes parkoló, 5 darab hagyományos parkoló és 4 darab kerékpártároló is elkészülhet, a bölcsődével várhatóan 8 új munkahely is létrejön a település részen. Egyhangulag úgy döntött a mai közgyűlés, hogy a város benyújtja a Nyíri út folytatásának felújításáról szóló kérelmét. A projekt megvalósításával a széles köz és a 445-ös főút közötti szakaszon a burkolat közel 6 méter széles lehet majd. A fejlesztés lehetővé teszi, hogy beengedjék a forgalmat az M5-ös autópálya felől a városba. Elfogadta a Nyíri út folytatásának felújításáról és szélesítéséről szóló kérelem benyújtását a mai közgyűlés. A széles köz és a 445-ös főút között közel 1600 méteren újíthatják fel és szélesíthetik a burkolatot a jóváhagyott előterjesztés értelmében. Falu György alpolgármester elmondta, már 2006-ban elkezdtek azon gondolkodni, hogy az érintett városrészt hogyan lehet segíteni. A 445-ös elkerülő út felől jelenleg még egy körülbelül 200 méteres szakaszon egy irányú a Nyíri út folytatása, de a kiszélesítéssel megvalósulhat a kétirányú közlekedés. Ez lehetővé teszi, hogy a forgalmat beengedjék a városba az M5-ös autópálya felől. Dobos József önkormányzati képviselő hozzászólásában elmondta, örül, hogy megvalósul ez a beruházás, továbbá vállalta, hogy az útszakasz mellett élőkkel egyezteti és megszervezi a házak előtti járdaszakaszok lakossági önerős építését. Az út jelenleg csak 4 méter széles burkolattal rendelkezik, két oldalt 1 méteres nemesített patkával. A felújítással az út burkolat szélessége közel 6 méter lesz. A szélesebb út hozzájárulhat a kényelmesebb, gyorsabb közlekedéshez, mivel az új burkolaton a szemből érkező autóknak nem kell lehúzódniuk az útpatkára. A közlekedés biztonság miatt azonban a 40 km per órás korlátozó táblát a felújítás után is meghagynák. A több mint 258 milliós projektre 244 millió forint támogatást kaphat a város. A mai közgyűlésen Szemereiné Pataki Klaudia köszöntötte a két megválasztott országgyűlési képviselőt. Napirend előtti felszólalásában a polgármester ismertette, dr. Szeberényi Gyula Tamás a holnapi nappal lemond önkormányzati képviselői megbízásáról és alpolgármesteri tisztségéről, hogy be tudja tölteni parlamenti mandátumát. A városvezető ismertette, a következő lépcsőfok egy időközi választás kiírása, melynek lépéseit a közeljövőben meg kell tenni. Szemereiné Pataki Klaudia elmondta, a jegyző a helyi választási bizottság munkáját erősítve fogja elindítani a folyamatot, amelyhez minden képviselő együttműködését és elfogadását kérte. Felszólította a baloldali önkormányzati képviselőket arra, hogy ne akadályozzák Kecskemét fejlődését, dr. Fekete Gábor, a Fidesz-KDNP frakció vezetője. A képviselő a mai közgyűlésen megköszönte a város lakosságának, hogy a békére, a biztonságra és a fejlődésre szavaztak, és felszólította a baloldali önkormányzati képviselőket arra, hogy ne akadályozzák Kecskemét fejlődését, inkább működjenek együtt a város érdekében. Kecskemét lakói április 3-án kiálltak városunkért, mindannyian tudjuk, hogy sorsdöntő választás volt. Kezdte napirend előtti beszédét dr. Fekete Gábor, a Fidesz-KDNP frakció vezetője a mai közgyűlésen. A politikus hangsúlyozta, arról kellett döntenünk, hogy beengedjük-e ide is a békétlenséget, a káoszt, végső soron pedig a háborút. Érdemes körülnézni az országban, ahol a valódi összefogás helyett a széthúzás erői, azaz a baloldal vette kezébe az irányítást, ott nincs egyetértés, nincs béke, nincs is fejlődés, csak lecsúszást, széthullást látunk.
Kecskeméten viszont úgy döntöttek az emberek, hogy nem kérnek az állandó széthúzás szító baloldali pártokból, nem kérnek a botrányokból, legfőképpen pedig nem kérnek a háborúból. Békét és fejlődést akarnak. Dr. Fekete Gábor hangsúlyozta, a kecskeméti emberek egyértelműen a béke, a biztonság és a fejlődés mellett foglaltak állást. Hozzátette, megvédtük olyannak a várost, amilyennek ismerjük és szeretjük, biztosítottuk a jövőbeni fejlődésünket azzal, hogy olyan kormányt támogattunk, amely kiemelt figyelmet szentel városunk gyarapodásának, olyan képviselőket küldtünk a parlamentbe, akik minden körülmények között meg fogják védeni békénket és biztonságunkat. Dr. Fekete Gábor a baloldali képviselőkhöz konkrétan szólt. A kampány véget ért. Ideje újra nekiállni Kecskemét érdekében dolgozni. Ezért ismét felszólítom önöket, hagyjanak fel a békétlenség szításával. Szemerejné Pataki Klaudia polgármester egyetértett a frakcióvezető felszólalásával. Azt gondolom, hogy a városban zajló változást nem szabad, hogy megzavarjuk. Elég nagy zavart okozott ez az elmúlt egy év békétlensége. Én szeretném továbbra is biztosítani azt a stabil, nyugodt fejlődését a városunknak, amiben most már évtizedek óta élünk. Évtizedek óta. És ez töretlen a város életében. A polgármester hangsúlyozta, ő már dolgozott mindenféle baloldali formációval, és mindenkivel együtt tudtak dolgozni. A város vezetője abban bízik, hogy előbb-utóbb a jelenlegi baloldali önkormányzati képviselőkkel is meg fogják találni a közös hangot. A választások utáni első közgyűlés kezdődött meg ma reggel a Híres Agórában. Ez alkalommal a közelmúltban országosan kitüntetett szakembereket, művészeket is köszöntötték. Ma 12 korábban díjazott vehette át az elismerő okleveleket és a virágot Szemereiné Pataki Klaudia polgármestertől. Baget Iszkander fotóművésznek Kossuth díjához, Buda Ferencnek, dr. Borda Ferencnek, Szabics Istvánnak, dr. Tercsi Mátyásnak és Ugrik Csaba dandártábornoknak pedig a Magyar Érdemrend kitüntetéséhez gratuláltak. A díjazottak teljes listáját a híres.hu oldalán olvashatják. Szemereiné Pataki Klaudia lesz ma este a Közélet című műsorunk vendége. A 20 órakor kezdődő stúdió beszélgetésben a polgármester megemlékezik dr. Svébis Mihály szakmai hagyatékáról és emberi nagyságáról. A műsor második felében a mai városi közgyűlés legfontosabb témái kerülnek górcső alá. Szemereiné Pataki Klaudiával beszélget Kozák Polett, a KTV főszerkesztője a ma esti Közéletben. A műsor első felét a ma elhunyt kórházigazgató, dr. Svébis Mihály emlékének szenteljük. A polgármester a beszélgetésben felidézi a köztiszteletben álló főorvos szakmai eredményeit, a hozzá kötődő beruházásokat, fejlesztéseket, de beszél arról is, hogy mit tanult tőle, mint vezetőtől. Ezt követően rövid összeállítással tisztelgünk dr. Svébis Mihály emléke előtt. A műsor második felében a mai városi közgyűlés főbb témáit, döntéseit járjuk körül. Szemereiné Pataki Klaudia a zárszámadás elfogadása kapcsán beszél Kecskemét 2021-es gazdasági teljesítményéről, szó lesz a jelenleg városunkban és térségében zajló úthálózat fejlesztésekről, melyek összértéke eléri a 132 milliárd forintot, de kitérünk Kadafalva fejlődésére, a közbiztonság helyzetére, valamint arra is, hogyan kerül majd betöltésre az országgyűlési képviselőnek megválasztott dr. Szeberényi Gyula Tamás önkormányzati képviselői és alpolgármesteri széke. Műsorunkat 20 órától élőben nézheti a Kecskeméti Televízióban, vagy ugyancsak élőben követheti a híres.hu és a kecskemétitv.hu oldalakon. A KTV weboldalán később is bármikor visszanézheti az adást. A munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalókra emlékeztek a Megyeháza dísztermében a mai napon. A Bács-Kiskun megyei kormányhivatal foglalkoztatási munkaügyi és munkavédelmi főosztálya tartotta a megemlékezést, amelyet Magyarországon 2012 óta rendeznek meg április 28-án a munkavédelmi hatóságok. 2012 óta emlékeznek meg Magyarországon a munkavédelmi hatóságok a munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalókra április 28-án.
A mai napon a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi főosztály tartotta meg az emlékezést a megyeháza dísztermében. A mai eseményen elhangzott, 2022-ben is volt már halálos, illetve súlyos baleset országosan és Bács-Kiskun megyében is. Országosan a munkabalesetek száma körülbelül egy 22 000, ez Bács-Kiskun megyében 1091, pontosan a tavalyi évet illetően, a halálos munkabalesetek száma országosan 84 fő esetében, illetve Bács-Kiskun megyében 8 esetben fordult elő. Emellett ugye azért vannak súlyos balesetek, illetve súlyos csonkulásos munkabalesetek, amik országosan egy olyan 230 körüli számban fordulnak elő, illetve 150 körüli számban. Mind a munkáltató és munkavállaló részéről is felmerülhetnek olyan esetek, amelyek miatt baleset következik be. A munkavállaló részéről jellemzői fáradtak, kimerültek, stresszesek, ami miatt nem tudnak figyelni, vagy éppen nem tartják be a munkavédelmi előírásokat. Ez utóbbi jellemző hiba a munkáltató részéről is. Fontos a megelőzés, hogy legyenek megfelelő védőeszközök a munkavégzéshez, és a munkavállalók ezt be is tartsák, illetve nem elhanyagolható a munkavédelmi oktatás sem. A mai előadásokon a jelenlévők betekintést nyerhettek a hatósági ellenőrzések tapasztalataiba, illetve a munkabiztonságba is. A mai esemény fő célja a megemlékezés mellett az volt, hogy a munkáltatókat és a nyilvánosságot is tájékoztassák az egészséges és a biztonságos munkavégzés követelményeiről, hogy elkerüljék a baleseteket. Egy több mint 5 éves projekt lezárását ünnepelte meg ma délután a Neumann János Egyetem. Az intézmény történetének egyik legjelentősebb pályázata az oktatás minőségének fejlesztésére, az oktatási innovációra és a felsőoktatás hozzáférhetőségének javítására irányult. 6 alprogram megvalósítására összesen 842 millió forintot nyert az intézmény. Több mint 5 év kemény munkájának, fejlesztésének és eredményeinek örülhet a Neumann János Egyetem. Ma délután egy olyan projekt lezárását ünnepelték meg a GANF karbójai előadótermében, ami remélhetőleg a továbbiakban is érezteti hatását. Az egyetem még 2016-ban nyert el 842 millió forintot intézményi fejlesztésekre, amelyeknek az volt a célja, hogy javítsák a felsőfokú oktatás minőségét és hozzáférhetőségét, és elősegítsék a diplomások arányának növelését. A projektzáró ünnepségen dr. Fülöp Tamás, az egyetem rektora köszöntőjében elmondta, hogy a csak 3-4-3-ként emlegetett pályázat az egyetem történetének egyik legjelentősebb és legnagyobb horderejű pályázata. Egy olyan projekten vagyunk túl, aminek eredményeképpen sokkal jobbak, sokkal többek lettünk, fogalmazott a rektor. A pályázat több mint 5 éves megvalósítása alatt számos fejlesztés, eszközbeszerzés és program jött létre. Az egyetem 2017-ben a pályázat indulásakor még 5 karral és 2 helyszínen kezdte meg a szakmai munkát, később a szervezeti átalakuláskor részben módosítani kellett az eredeti pályázatot, mondta el dr. Sági Norberta, a projekt szakmai vezetője, az egyetem oktatási rektor helyettese. Ezt követően a pályázat 6 alprojektjének eredményeit is összegezték. A Kecskeméti Demencia Akcióprogramról kaphattak visszajelzést a szakemberek, döntéshozók, forrásosztók csütörtökön délután az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának oktatótermében. A szakmai napon megismerhették az elmúlt 2,5 év eredményeit és egyeztettek a jövő célkitűzéseiről is. Bár nehezített körülmények között a pandémia idején indult, mégis már most sok sikert könyvelhet el a Kecskeméti Demencia Akcióprogram, derült ki a ma délután rendezett szakmai napon. Cserbán Ancsa, a Módus Alapítvány vezetője kiemelte, az elmúlt 2,5 év legfontosabb eredménye, hogy az ESZI-ben megalakult a Memória Pont, ahol felkészült memória tanácsadók várják az érintetteket. Nagy siker az is, hogy már 6 különböző csoportban indultak el a Ginkó klubok Kecskeméten. A demenciával élők csoportjában abban nyújtanak segítséget, hogyan tudják megőrizni otthonukban önállóságukat és biztonságukat a memóriazavar mellett. A másik önsegítő csoportban hozzátartozók számára nyújtanak felkészítést és tanácsadást közös munka keretében. Itt a fő cél, hogy felkészítsék őket szeretteik gondozására. Ezek mellett működnek úgynevezett tandem csoportok, ahol a gondozók és a demenciával élők együtt vannak jelen. Az elmúlt 2,5 év tapasztalatai a városban jelentkező szükségletek alapján tűzték ki terveiket.
Ezek között említette Cserbán Ancsa a Ginkgo Art kezdeményezés elindítását. Ennek keretében heti egyszer összegyűlhetnek a demenciával élők, és művészetterápiás vagy állatokkal asszisztált programokat próbálhatnak ki. Ilyenkor relaxálhatnak, megnyugodhatnak, közben pedig beszélgetést lehet kezdeményezni a hozzátartozókkal. Abban bíznak, hogy ez az új program még az idei évben elindulhat. 27 jó cselekedettel ünnepli a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola fennállásának 27. évfordulóját. A mai napon első jó cselekedettükként a Margaréta otthon lakóit lepték meg egy kis műsorral. Szent Imre iskola diákjainak műsorát tekinthették meg a Margaréta otthon lakói a mai napon. A Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola 27 jó cselekedettel ünnepli meg fennállásának 27. évfordulóját, amelynek első állomása a Margaréta otthon volt. Most úgy gondoltuk, hogy azzal teszünk talán jobbat, így a városunknak, hogyha valami jó cselekedetekbe adunk hírt magunkról, és gyakorlatilag a Margaréta otthonba ez az első ilyen lépésünk az iskola kapuin kívül, ahol egy kicsit az iskola a saját értékeivel megpróbál örömöt szerezni másoknak. A diákok énekkel, tánccal és verssel lepték meg az időseket, akik nagy örömmel hallgatták a fiatalok előadását. A város és a plébániák területén 27 alkalommal, 27 napon át végeznek jó cselekedeteket, mint a takarítás, parkrendezés vagy éppen egy kis műsor. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Életének 68. évében elhunyt dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun megyei oktatókórház főigazgatója. Stabilan költségtakarékosan végezte munkáját a közgyűlés 2021-ben, és növelni tudta bevételeit a város. Elfogadta a támogatási kérelem benyújtását a csütörtöki közgyűlés, így bölcsődé épülhet Kadafalván. A tervezett új intézmény összesen 28 férőhelyes lesz. Egyhangulag úgy döntött a közgyűlés, hogy pályázik annak érdekében, hogy a Szélesköz és a 445-ös főút közötti bekötőszakaszt kibővítsék a Máriahegyben. Önök a hírös híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hírolánkat hamarosan Kiemelő című műsorunkkal folytatjuk, amelyben megmutatjuk, milyen az a fesztivál, amire a cégek HR szakembereit toborozták össze. A ma Kecskeméten megrendezett országos találkozó jó hangulatban telt és hasznos tapasztalatokkal zárult. Ezt követően az országos programunk után nemzetközi vizekre elvezünk, hiszen nemzetközi pikniket tartottak tegnap este a Neumann János Egyetem ganfkarán. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk. Köszönjük mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de csak egy-egy helyen fordulhat elő átmenetileg jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, néhol esetleg erős lesz az északi-északkeleti szél, éjjel 2-8 fokig hűl a levegő, de hidegebb északi völgyekben gyenge fagy is előfordulhat. Délutára 17-21 fok közé melegszik a levegő. Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, de említésre méltó csapadék sehol sem várható. Csak néhol élénkül meg átmenetileg a szél, ismét hűvös lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet pedig 18 és 22 fok között alakul.
Vasárnap a napsütést gomoly felhők zavarhatják, délen-délen nyugaton elszórtan zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. A keleti szél több felé élénk lehet, a maximumok 19 és 23 fok között alakulnak. Éve 2002. április 28-án hunyt el Balanyi Béla, levéltáros, muzeológus. 1911. február 1-én Kecskeméten született. Jogi tanulmányait szülővárosában a Református Jogakadémián kezdte, majd a katonai szolgálatok miatti megszakítások után a Kolozsvári Egyetemen avatták jogi doktorrá. 1950-től a Kecskeméti Állami Levéltárban dolgozott. 1953-tól 1973-ig az intézmény igazgatója volt. Közben másodállásban több mint 20 éven át a Nagykörösi Múzeum igazgatói feladatait is ellátta. Levéltári kutatásainak eredményeit 1958-tól számos tanulmányban és több mint 200 újságcikkben tette közzé. Régészeti terepjárásait 1948-ban kezdte el. 50 év alatt 56 árpádkori és 29 késő középkori falu helyét azonosította be a Duna-Tisza közén. Ásatásai és leletmentései révén sok értékes lelet került közgyűjteményekbe. Ő végezte el a Tiszabők kincsenpart régészeti kutatásait is. Jó estét kívánok! Önök Kiemelő című műsorunkat látják. Mai magazinunkban megmutatjuk, milyen az a fesztivál, amire a cégek HR szakembereit toborozták össze. A ma Kecskeméten megrendezett országos találkozó jó hangulatban telt és hasznos tapasztalatokkal zárult. Ezt követően az országos programok után nemzetközi vizekre evezünk, hiszen nemzetközi pikniket tartottak tegnap este a Neumann János Egyetem GANF karán. Maradjanak velünk! Április 28-án Kecskemétre érkezett a HR szakma egyik legnagyobb találkozója, a HR Fest. A szakmai eseményt egy fiatalos pezsgő helyszínen, a Neumann János Egyetem kampusz épületében tartották meg. A rendezvény fő támogatója a cégcsoportként 10. évfordulóját ünneplő Viapan Group volt, amely számos high-tech eszközt vonultatott fel a HR szakma krémjének szórakoztatására. A HR Fest kecskeméti eseményén a robotika is helyet kapott, méghozzá egy Sawyer robottal lehetett fotózkodni. Aki pedig többre vágyott, annak egy másik robot kávét készített. Az érdeklődők így az egyik legmodernebb HR szakmai rendezvénybe csöppenhettek. A 2016-ban alapított szakmai fesztivál most is elrugaszkodott a hagyományos konferencia elemektől, és számos rendhagyó formátummal biztosított helyet arra, hogy a szakma képviselői megvitassák a HR aktualitásait. A HR Festet ma tartották meg először Kecskeméten. A HR Fest tulajdonképpen arról szól, hogy mi nagyon-nagyon hiszünk abban, hogy ahhoz, hogy egy vállalat hosszú távon jól működjön, ahhoz az embereket kell jól tartani, és az emberi kapcsolatoknak, a munkatársaknak, a céges kultúrának kell igazán erősnek lennie. És igazából a HR Festen azt próbáljuk bemutatni,
hogy azok a vállalatok, akik igazán jól bánnak az emberekkel, ahol igazán jól építik meg a kultúrát, ahol a vezetők meg is élik a kultúrát, és nem csak úgy tesznek, mintha, ezek a vállalatok konkrétan több pénzt termelnek, és jobban mennek előre, és jobban dolgoznak. És hogy kerülünk egy egyetemre? Hát úgy, hogy ez egy nagyon durván vagány egyetem. Tehát tényleg így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki, és pontosan azt a légkört adja, amit mi is hiszünk. Nem azt akarjuk, hogy bebújjanak ezek a magasrangú vezetők az öltönyük mögé és a titulusok mögé, és bezárkózzanak, mert akkor olyan üzenetek fognak előjönni, amik egyébként állandóan előjönnek, mert el kell mondaniuk, de nem őszinték, mert akkor szerepet játszanak. Megpróbáljuk kiszedni őket a hagyományos működésmódjukból, minél inkább megpróbáljuk őket igazi emberként, lazábban kezelni, hogy úgy érezzék magukat, mert hiszünk benne, hogy akkor olyan energiák jönnek elő, olyan beszélgetések indulnak, olyan kreativitás, olyan innováció, olyan kapcsolódások, amik máshogy nem jönnek létre. A laza és fiatalos rendezvénynek ugyanakkor komoly oldala is van, ugyanis a 400 résztvevős HR Festen több ezer milliárd forintnyi forgalmat képviselő cégvezetők, HR vezetők beszélgettek egymással és tanultak egymástól. A megnyíláshoz elengedhetetlen egy olyan helyszín, mint a Kecskeméti Campus épület. Ehhez kell az, hogy ez egy fesztivál, ehhez kell az, hogy az öltözködési kódnál is azt kérjük, hogy ne a nagyon elegánsba gyertek, hanem egy ilyen üzleti, de azért sokkal lazábba. Ehhez kell, hogy a formátumunk is tök más, ehhez kell, hogy itt nem csak a nagyon magas szintű HR szakemberek vannak, hanem olimpiai bajnokok, inspiratív előadók, robotok, a kávét is robot adja egy másik helyen, exoskeletont viselő emberek, tehát hogy mindenféle módon próbáljuk őket stimulálni. A rendezvény főtámogatója, a Viapan Group által kiállított kollaboratív robotok azt voltak hivatottak bizonyítani, hogy az ipar 4.0 és az automatizáció a modern HR legfontosabb partnere. Azért tartottuk fontosnak, hogy mi lehessünk az első Kecskeméti HR Festnek a támogatói, mert ez egy remek lehetőség számunkra, hogy mindazt a hitvallást, amit mi gondolunk a humán erőforrásról és a humán erőforrás jövőjéről, azt itt elmondhatjuk. Hiszünk abban, hogy a HR, maga a humán erőforrás ugyanolyan termék, ugyanolyan szolgáltatás, mint minden más, és az innováció, a fejlesztés az ugyanúgy rájár, vagy rászolgál a HR-re is, mint a másik termékekre. Ezek az innovatív, modern technológiai megoldások, ezek nem a munkaerő leváltására, vagy az emberi munkaerő kiváltására szolgálnak, hanem lehet ezeket úgy kezelni, hogy ezek hatékonyabbá tegyék az emberi munkaerőt, hogy minél hosszabban megőrizzük a munkavállalóink egészségét, a munkavégző képességét. A fesztiválon három olyan eszközzel szórakoztatták a résztvevőket, ami a modern high-tech világból jön, de már a mai munka része lehet. Az okos névjegykártya, amiben egy remek visszajelzés számunkra, hogy erre igenis szükség van és hatékonyabbá teszi az emberi kapcsolatokat, hogy 200 résztvevő regisztrálta be az adatait és használja már a mai naptól ezeket az okos névjegykártyákat. Hoztunk kollaboratív robotokat, amivel itt hátam mögött is fényképezkedni lehetett, illetve a sarokban kávét főz a robot a kávéra éhezőknek. És hoztunk úgynevezett exo- vagy ergoszkeletonokat, amik a helyes testtartást vagy az emelést segítik a fizikai munkavállalóknál, abban bízva, hogy egyre inkább meg tudjuk honosítani ezt a gondolatot a HR világában. És nagyon jó visszajelzés számunkra, hogy a többi előadó is mind a megtartásban, a munkavállalóknak a segítésében gondolkodott. Az előadók, kerekasztal beszélgetések résztvevői, a hazai és nemzetközi HR szakma és társterületeinek véleményformáló szakemberei, valamint inspiráló karriert befutott személyek voltak. A kiállítók között pedig szakmai beszállítók mutatkoztak be különböző interaktív módszerekkel, játékokkal. Azért szeretünk mindig más helyen lenni minden HR Festen, mert minden városnak más a hangulata, más a vibrálása. És én azért szeretem nagyon, mert ilyenkor így át tudjuk venni, hogy milyen is ez. És én azt érzem Kecskeméten, és azért is érezzük ilyen jól magunkat, hiszen tök jól szimbolizálja ez az épület is, hogy Kecskemétnél azt érzem, hogy egy ilyen növekedő energia valaminek a kezdetén vagyunk. Egy ilyen város, ami a gyökereire épülve, de úgy feltáplázkodik, és ilyen fiatalos lendülettel neki veselkedik. És ez tök jó látni, és tök jó energiát ad nekünk is Kecskemét, és reméljük picit mi is adunk a városnak. Ráadásul a helyi és környékbeli cégek jó gyakorlatait elviszik az ország többi részére, például a június 9-i Business Festre, a budapesti Millenáris Parkba, az év legnagyobb üzleti eseményére, amire 3-4 ezer résztvevőt várnak.
Nemzetközi pikniket tartottak tegnap este a Neumann János Egyetem ganfkarán. Az esemény célja az volt, hogy megmutassák hallgatóiknak és külföldi vendégeiknek az egyetem által kínált lehetőségeket. Kerekasztal beszélgetések, zene, étel és ital várta a diákokat tegnap este a Neumann János Egyetem ganfkarán. Idén első alkalommal szervezték meg a pikniket, melynek célja az volt, hogy hallgatóiknak bemutassák az egyetem által kínált nemzetközi lehetőségeket, illetve bemutatkozzanak a külföldi hallgatók. Az egyetem jelenleg a nemzetköziesítés útját járja, és az Erasmus Plus program ebben egy hatalmas ugródeszka tud lenni. Ugye ez a hét, a nemzetközi hét jegyében telik itt nálunk, amelynek keretén belül több országból külföldi partneregyetemek képviselőit látjuk vendégül. Ez a ma esti nemzetközi piknik ennek a hétnek az egyik programpontja, ahol egy kicsit szeretnénk megmutatni az itteni hallgatóknak, hogy miért is jó, miért is érdemes külföldön folytatni egy vagy akár két fél évig a tanulmányaikat, hiszen egy picit világot láthatnak, multikulturális környezetben idegen nyelvet tanulhatnak, valamint szeretnénk bemutatni az itteni közösségnek és a most itt levő külföldi hallgatókat, illetve a külföldi partneregyetemek képviselőit is. A héten a Kecskeméti Intézmény Törökország több egyeteméről, illetve Lengyelországból, Litvániából is fogadott vendégeket. Tartottunk a vendégeknek egy teljes kampuszbejárást, illetve egy kecskeméti városlátogatást, hogy egy kicsit megismerjék a helyi értékeket, illetve megismerjék magát a várost. Az első estén egy igazi magyaros csárdában láttuk őket vendégül egy vacsorára. A mai napon a hétnek a csúcspontja a nemzetközi piknik, illetve a holnapi nap folyamán lesz még egy nemzetközi vásárunk, egy edukációs vásár, ahol minden partneregyetem bemutathatja a saját iskoláját, szervezetét, és az érdeklődő diákokat tudnak még a részletekkel tájékozódni. Az eseményt az Erasmus program során tartották meg az egyetemen. Az Erasmus program egy rendkívül szerteágazó nemzetközi program az Európai Unióban, amelynek a célja az, hogy összehozza a különböző országok felsőoktatásában tanuló hallgatókat. A mai rendezvény itt Kecskeméten ennek az Erasmus programnak az egyik helyi állomása. Külföldi diákjainkat, külföldről hozzánk látogató egyetemi szakembereket, illetve a mi szakembereinket és hallgatóinkat próbáljuk összehozni ma este. Mi magunk is fogadunk külföldi hallgatókat. Jellemzően most például Törökországból több hallgatónk is van, és építjük azokat az egyetemi kontaktusokat, amelyekkel minden irányban, észak, dél, nyugat, kelet, Európában további kapcsolatokat tudunk létesíteni. A gazdaságtudományi kar hallgatóiról szólva egyébként jellemzően sokan tanulnak Németországban az Erasmus lehetőségeivel. Ezen kívül Olaszországban és Spanyolországban is megfordultak már, valamint a Baltikumban. A kiküldött hallgatók száma minden évben 20-50 fő, ha lehetőség van utazásra. Illetve az egyetem is fogad külföldi hallgatókat, például most Törökországból érkeztek. Ezek utána segítenek abban, hogy megértsünk másokat, elfogadjunk másokat, megértsük más nemzetek, kontinensek, akár gondolkodásmódját. Úgyhogy az Erasmus programnak a fő célja is tulajdonképpen ez, hogy a kölcsönös megértést és elfogadást a különböző országok hallgatói, egyetemistái fiatalkorukban itt az életük kezdetén, a karrierjük építésének az elején megtanulják, átérezzék, és utána ezekkel az élményekkel gazdagabban tudjanak tovább haladni a pályájukon. Kerekasztal beszélgetés keretében bemutatkoztak a külföldi vendégeik, az ott tanuló Erasmusos hallgatók, Erasmus mobilitásban már részt vett hallgatók és leendő Erasmusos hallgatók is. Elsősorban az fogott meg leginkább, hogy Németországba is ki tudok menni Erasmus Plus programra, és így jobban el tudom sajátítani a német szaknyelvet, és emellett az angol nyelvet is, mivel németül és angolul is fogok tanulni kint. Szerintem az a hét nagyon jó, mivel rendkívül érdekes órákat tartottak a gazdasági karon is, és emellett itt ezen a nemzetközi pikniken megismerhetjük az Erasmusos hallgatókat is. A beszélgetések között zene biztosította a fiatalok jó kedvét, mint elhangzott, hatalmas élettapasztalatokat lehet szerezni egy külföldön töltött fél év alatt. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az esti gyors. Életének 68. évében elhunyt dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun megyei oktatókórház főigazgatója.
stabilan költségtakarékosan végezte munkáját a közgyűlés 2021-ben, és növelni tudta bevételeit a város. Elfogadta a támogatási kérelem benyújtását a csütörtöki közgyűlés, így bölcsöde épülhet Kadafalván. A tervezett új intézmény összesen 28 férőhelyes lesz. Egyhangulag úgy döntött a közgyűlés, hogy pályázik annak érdekében, hogy a Szélesköz és a 445-ös főút közötti bekötőszakaszt kibővítsék a Máriahegyben. Eredményes a kecskeméti demencia akcióprogram. A részletekről kaptak visszajelzést az érintettek ma délután az egészségügyi és szociális intézmények igazgatóságának oktató termében. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk akkor is, köszönjük mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!